Góranga! Ma nagyon jeles nap van. Ma van Guru Purnima. Ez azt jelenti, hogy a lelki tanító mesterek napja. A guruk napja. És gondoltam, néhány gondolatot megosztok veletek ezzel kapcsolatosan. Az, hogy a Bhagavad Gita-ban és minden szentírásban le van jegyezve, hogy fogadj el egy lelki tanító mestert és szolgáld őt alázatosan, mert ő az egyetlen reményed, hogy kiszabadulj az anyagi lét óceánjából, amiben mindannyian fuldoklunk. Igen, sok öröm, néha bánat, szenvedés, de összességébe véve azért életről életre csak itt vergődünk ebben a hatalmas óceánban. És azok az emberek, akik már ezt megértették, ők elfogadnak egy lelki tanítómestert, és elindulnak a fény felé, ha így tetszik. Mindenki lelki tanítómestere a Jóisten. A Jóisten, amikor megteremtette ezt a világot, akkor hát egyébként szájról szájra, mert ugye a régi korokban ennél egy kicsit magasabb intelligenciával és memóriával és satöbbivel rendelkeztek az emberek, szóval nem kellett papírra vetni. De például a Bhagavad Gita-t azért már egy 5000 évvel ezelőtt lejegyezték papír alapon is. Most már megjelent e-bookba, meg ilyen elektronikusan, szóval haladunk a korral. De lényeg az, hogy ez a szentírás egy használati útmutató az anyagi világhoz. Lehet élni, és lehet használni a dolgokat úgy, ahogy akarjuk, meg lehet használni úgy, ahogy kell. Mind a kettő más eredményt hoz, tehát hogyha egy olyan műszaki cikket vásárolsz, aminek nem vagy tisztában a használatával, jó eséllyel tönkreteszed, vagy hasztalan dolgokra használod. Az egész anyagi világ egy nagyon komoly iskola. Tele leckékkel, feladatokkal, és annak megfelelően jutalommal, vagy büntetéssel. Nagyon érdekes, hogy az emberek, vannak itt ezek a ilyen parkok, ahol különböző eszközök vannak lebetonozva, lehet nyújtani, lehet fekvőtámasztani, egy csomó mindent lehet csinálni. De az emberek edzőt fogadnak. Ugyanazokat a gyakorlatokat végzik, ha ott áll valaki, meg ha nem. De ha nem áll ott senki vele, legalább egy edzőpartner, netán egy edző, akkor általában nagyon rövid ideig végzi ezeket a gyakorlatokat, és olyan haladatlan, nem érez fejlődést. És ugye először csak valakivel, akit lát, hogy ő is lelkesedik, és akkor már együtt nyomják a fekvőtámaszt, és együtt húzóckodnak, és együtt csinálnak sok mindent. De ha komoly fejlődést szeretne elérni, akkor edzőt fogad. Ha egy úszó bajnok szeretnél lenni, persze lejársz a Dunára, Balatonra, ide-oda úszkálni, meg ott eljópofáskodsz, de olyan sok eredményt nem biztos, hogy el fogsz érni, és szakemberhez fordulsz. Ha például, mit tudom én, bármi szeretnél lenni, egy jó szakács, akkor igen, letöltesz innen-onnan dolgokat, de végül is elfogadsz egy tanítómestert, egy séfet, persze internetről, akárhonnan, nem ez a lényeg, de ha megfogadod a tanácsait, elfogadod az ő megvalósításait, átveszed a technikáit, akkor lehetséges, hogy sikeresebb szakács leszel, mint amilyen csak úgy autodidakta módon magadtól lennél. Van egy ismerősöm, most pont gitározni tanul, nagyon jól gitározik, mégis elment egy zenetanárhoz, mert szeretne még jobban. Tehát ezek a dolgok, ezek mindenhol érvényesek. És akinek lelki céljai vannak, lelki megvalósításokat szeretne elérni,
Hát ő egy lelki tanítómestert fogad el. Mindenki a saját hitének megfelelően. Nekem volt egy lelki atyám, ugye még gyerekkoromban én jártam minisztrálni, meg templomba, meg stb. Gyula Páternek hívták, azt hiszem Balogh Gyulának hívták. Egy olyan jó lelkű, olyan tiszta ember volt, hát volt a kanonok úr is, őt annyira nem tudtam követni. Ő nagyon szigorú volt. Szigorú, de igazságtalan. Nem, igazságos volt, biztos. De nekem nem úgy maradt meg emlékbe. Kis gyerek voltam még, nem nagy. De Gyula Páterre emlékszem. Ő... Valószínűleg ő alapozta meg egyébként, nem, bennem volt az Isten iránti kutatás vágya, de ő ehhez nagyon nagy segítséget nyújtott, és nagyon hálás vagyok neki. Nagyon hálás vagyok, hát most nem tudom, hogy név szerint felszabad-e sorolni azt a rengeteg siksagurut, akik hozzásegítettek ahhoz, hogy ezt az életet éljem most, amit élek. Nélkülük sehol se lennék. És azért így visszatekintve jó néhány videót, hogy amíg egyedül próbáltam megérteni a Bhagavad Gita-t, vagy bármilyen védikus tanítást, voltak elképzeléseim, hogy ezt hogy kell érteni. És mivel Isten látta, hogy törekszem, és hogy meg akarom érteni, elküldte hozzám mindig az éppen megfelelő és aktuális gurut, aki segítette az utamat. Amikor ide költöztem, és akkor itt voltam egy darabig, meg ugye Lara is itt volt már, megjelent a rendőrség. Itt kijöttek nem tudom hány kocsival, ugye itt volt még ez a másik hippi, igazából ő miatt a rendszeresen kint volt a rendőrség, és megelégelték, mert ugye itt az iskola közelsége miatt, tehát problémák voltak ezzel a személlyel, boros üveggel dobálta a gyerekeket, meg szóval. Mert őt zavarta, hogy üvöltöznek, meg visonganak. Mindegy. És jött a rendőrség, hogy innen el kell költözni. Tehát takarodjak innen magyarul. Sose felejtem el, hogy nagyon be voltam rosálva, hogy úristen, mi lesz most velem. Hát addigra már én rengeteg szemetet ide hordtam, meg ilyen hangfalak, meg erősítők, meg minden volt, minden. És fogtam magam, Larával elsétáltunk innen Las Americasba, a Krisna templomba. Megnéztem a neten, hogy hol van Krisna templom. És elsétáltunk 7,5 órát tűző napon. 7,5 órát sétáltunk tűző napon. Na, odaértünk. Bemutatkoztam ugye Patita Pavana Prabhunak, ő itt a helyi templomvezető. Elmondtam, mi járatban. Gondoltam olyan, mint Magyarország, hogy hát van ilyen kis gazdaság, meg a tehenészet, mint én majd ott el leszek ilyen Larával, ott szolgálok, és akkor adnak kaját, és akkor Malai Bicsi. Hát kiderült, hogy nem, hát egyébként egy kis Govinda étterem, meg egy Jagannath templom, de nem arra vannak berendezkedve, hogy az ember oda költözzön. És hát ugye megsajnált, hogy már annyit sétáltam, meg már kezdett beesteledni, és haza hozott kocsival. És bejött. Hát persze, hát akkor én még húst ettem, meg hát az így viszonyat. Hát olyan hippi volt, itt ami volt. Szabad tűzön főztem, vagy sütöttem a nyúlpörköltet, meg ilyenek. És körülnézett, és annyit mondott, hogy ne menjél innen sehová, építsél ide egy Krisna templomot. Tehát, hogy én hogy maradtam itt, utána érdekes módon ugye ez a hippi örökölt egy házat Olaszországba, és ugye visszament, én pedig itt maradtam.
Én pedig itt maradtam. Azóta ugye letisztult a hely. Hát mondjuk úgy átalakult. Most frontkamerával hiába mutogatnám, meg annyi videó van fönt, akit érdekel, nézze meg, hogy itt ez most hogy néz ki. De elkezdtem még inkább gyakorolni. Ugye a Hare Krishna mahamantrát vibrálni. És érdekes, mindig annyi feladatot kaptam a guruimtól, amennyit úgy érezték, hogy képes vagyok teljesíteni. És jöttek az eredmények. Szóval én azért eleinte még elhasaltam ám, tehát én jártam parti helyszínt takarítani, azért ha találtam drogot, az azért nem a kukába került, maradjunk annyiba, tehát voltak bukdácsolások, természetesen, hogy ne lettek volna. Aztán így valahogy így elkezdtem így érezni, hogy tisztulok. Nem fizikálisan, hogy mennyi anyagfelhalmozódás van a szervezetemben, ami aztán távozik, nem erről beszélek, hanem kis sportgép, nem mindegy, megálltam. Szóval elkezdett így letisztulni az elmém, és elkezdett fejlődni az intelligenciám. És ezek mind annyira, teljesen egyértelműen le vannak írva a szentírásokba, hogy minél több időt fordítasz arra, hogy ezeket a szövegeket olvasd és értelmezd, olyan szinten fejlődik az intelligenciád. Én rendkívüli módon leamortizáltam magam minden szempontból. Tehát, ha valakinek volt már kapcsolata kábítószerrel vagy kábítószeressel, olyannal, aki intravénásan, tehát szúrta magát az anyaggal naponta 8-10-12 alkalommal, 12 alkalommal, egy nap. Tehát egy ilyen tiszai vegyi kombinált körülbelül, ami akkor így bennem volt. Ehhez képest, hogy meg tudok szólalni, és úgy tudok megszólalni, ahogy megszólalok, olyan gondolatokat tudok nektek közvetíteni, amilyet közvetítek, ezek mind a lelki tanítómestereim kegyéből valósultak és valósulnak meg. Bármennyire is hihetetlen. De hát megint úgy feljöttek ilyen korábbi videók, amiben nem is szépen beszélek, hát nagyon csúnyán alpárian beszélek, stb. Stb. Azért nem törlöm, mert ugye ezeket a videókat én nem olyan avval a szándékkal készítettem, hogy na majd én lelki fejlődni fogok, és akkor majd össze lehessen hasonlítani a jelenlegit a korábbival. De hihetetlen szembetűnő, nagyon nagy különbség van. És itt rajtam kívül tulajdonképpen úgymond nincsen más. Tehát nem egy olyan közösségben vagyok, ahol szépen kell viselkedni, szépen kell beszélni. Ugyanakkor itt van, mennyi lény lett. Itt van velem Gornitáj, tehát itt van velem az Úr Krisna murti formában. És folyamatosan itt vannak velem a lelki tanítómestereim, az intelmeikkel, és az üzeneteikkel, és az útmutatásukkal, és az áldásukkal. Az áldásukkal. Én, amikor megpróbálok nektek közvetíteni egyfajta lehetőséget, hogy hogyan váljon az életed boldogabbá. Ugyebár itt soha nem az anyagi megvalósításról beszélek, tehát hogy hogyan legyen több pénzed, vagy hogyan legyél szebb, mint amilyen szép egyébként természetesen vagy, vagy hogyan legyél híresebb, vagy bármi erősebb. Tehát mindenféle anyagi sikereket elérni, természetesen az anyagi világban, ezek fontos célok, de nem nekem. És jó néhány embernek rajtam kívül szintén már nem. Ahhoz, hogy ezt valaki megértse és elfogadja, ehhez, már bocsánat a szói, ehhez nagyon sokszor pofára kell esni. Tehát amiért idejöttünk, ugye szeretnénk kipróbálni mindent.
Én valószínűleg ugye ezt a drogdílerkedést szerettem volna kipróbálni, meg ezt a drogfutárkodást szerettem volna kipróbálni, meg hát az egy hetes, tehát 7 napig éjjel-nappal parti. Meg hát ugye a lányos sztorik, azt most így nyilván nem kezdem el részletezni, tehát ott is volt minden. Ezt szerettem volna megélni és kipróbálni, és ennyi év, egy 23 év kellett hozzá, hogy megértsem, hogy hát ez nem vezet sehová. Hát hagyjál már. Soha nem tudtam így mosolyogni, mint ahogy most tudok. Soha nem tudtam így örülni mindennek, mint ahogy most tudok. És ehhez tulajdonképpen egy napi néhány órás, legyen mondjuk 2 óra csapázás, meg mondjuk 1 óra olvasás. Tehát egy napi 3 óra munkaidő azt eredményezi, hogy békességben vagyok önmagammal. És aki békességben van önmagával, az békén hagy másokat is. Ugye? Azok az emberek, akik békétlenek önmagukkal, természetesen mindenki mással is. Kötözködnek, provokálnak, szidalmaznak, stb. Úgy tudok örülni mindennek és mindenkinek. És ez egy végtelen nagy kegy. A guruim kegye. A guruim kegye. Mert nem úgy van, hogy te telefonálsz Krisnának, vagy Jézusnak, vagy Mohamednek, vagy Buddhának, vagy bárkinek, hogy elakadtam, és akkor ő küld egy SMS-t, vagy egy e-mailt, vagy egy messenger üzenetet. Hanem a képviselőjén keresztül juttatja el hozzád a választ. Nem ritkán volt már olyan, hogy kerestem a gurumat, és anélkül, hogy feltettem volna a kérdést, mondta, hogy mi a megoldás. És mindig úgy mondják, hogy lehetőség. Ha akarod, csinálod, ha akarod, nem. Például a húsevés elhagyása. Nagyon szépen elmondták. Egyél húst, amennyit akarsz. De ne várj konkrétan lelki fejlődést akkor, hogyha haszennyezett ételt félelemmel és agresszivitással és fájdalommal átjárt rossz energiájú ételt fogyasztasz. Közben helyszínt váltunk, mert nem tudom, besűrűsödtek a legyecskék. Aranyosak, kedvesek, jó pofák. Hello, hercegnő. Szóval, hol is tartottam? Nem tiltották meg, hogy már pedig te nem ehetsz húst, vagy tojást, vagy halat. Azt teszel, amit akarsz. De ha szeretnél eredményeket, akkor le kell mondani. Esetleg, ha van ismerősötök ilyen olimpiai bajnok, vagy valaki, aki komolyan foglalkozott sport karrierrel, kérdezzétek meg majd tőle, hogy mennyi lemondással járt az az eredmény, amit ő elért. Milyen diétákat tartottak be, amikor tömegeltek, kis kajakra kellett tenni ezeket a porokat, meg a csirke mellett, meg az ilyesmi dolgokat, de nem azért, mert éhes, hanem mert muszáj volt. Vagy éppen amikor szálkásítani kellett, és csak vizet ihatott, abból is csak meghatározott mennyiséget. Micsoda lemondás, micsoda küzdelem, micsoda vezeklés. Minden eredményhez az életben szükség van lemondásra és vezeklésre. Na erre nem hajlandóak az emberek. Tehát azért, mert kiposztoljuk a nagyon nagy bölcsességeket és a Buddha idézeteket is, és megmondta, hogy ha nem tudod így, akkor változtass, ha úgyse, akkor fogadd el, ha az se, akkor engedd el. Nagyon jó, de meg tudod valósítani? Egy guru kegyéből igen. Egy guru kegyéből igen. Tehát, ha van otthon mondjuk Bhagavad Gita-d, Bibliád, Koránod, nem vagyok mindegyik szentírás nevével tisztában, de bármilyen szentírásod. És elkezded olvasni egyedül, az megalapoz egy ízt, egy hangulatot. Nem mindenkinek,
De hát nyilvánvalóan, hogyha már az első fejezetnél úgy érzed, hogy ez a mű nem nekem szól, semmi gond, tedd le, és kapcsold be a tévét, vagy csinálj, amit szeretnél. Viszont ha megérint, elgondolkodtad, akkor kérd a Jóistent, hogy küldjön neked egy gurút. Nem úgy keresünk gurút, hogy felcsapjuk a telefonkönyvet, vagy hogy hát most már az interneten pillanat. Szóval beírjuk a keresőbe, hogy gurú, és akkor kidob egy csomó találatot, és akkor rábökünk, hogy na, akkor te leszel az én gurum. Hát, de sok embernél így működik, és aztán csodálkoznak, hogy nem érik el a vágyott eredményt. Nem érik el a lelki békét. Sok mindent megtanulnak. Ilyen ászana, olyan légzés, amolyan mantra, minden nagyon megtanulnak. De utána leesnek, ezt így szokták mondani. Sőt, valaki olyan szinten esik le, hogy onnantól kezdve támadja az egész, akár vallást, akár spiritualizmust, hogy ez egy mekkora becsapás, azért, mert neki nem jött össze. De lehetséges, hogy nem hiteles gurut választott. Nem te keresed a gurut. A guru talál meg téged. Ez mondjuk az anyagi világban ugye pont fordítva van, tehát hogyha ha táncolni szeretnék megtanulni, akkor én keresek egy tánctanárt, vagy ismerősök ajánlása alapján, vagy mert jól néz ki. Ugye, például egy tánctanárnő, tőle szeretnék tanulni. Vagy mást, mindegy. De a lelki tanítómester, az igazi lelki tanítómester találja meg a tanítványt. És ez is így van. És ez is így van. Tapasztaltam. Egyszer csak egy olyan elrendezés kapcsán, hogy hát ezt most nem tudom így elmesélni, mert ugye személyeket kéne és sztorikat kéne elmesélnem. De lényeg az, hogy felvettem a kapcsolatot a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola, vagy talán most már egyetem egyik tanárával. Nem magam miatt, hanem valaki hozzám fordult, de én nem tudtam igazából érdemben segíteni, és gondoltam, hogy majd akkor ő. Ez a személy, nem kaptam felhatalmazást, hogy megnevezzem, azért nem mondom ki a nevét, pillanat. Egyszer rám üzent, hogy Gornitáj szólt neki, hogy szívesen eljönne hozzám. Gornitáj, tehát az Úr Csétanya és az Úr Nityananda multi formában, Góra és Nitáj. Tehát a budapesti Krisna templomból, és persze megint egy teljesen véletlen elrendezés folytán, pont jött hozzám valaki, aki természetesen nagy örömmel elhozta a murtikat. Aztán kaptam egy Bhagavad Gita-t, és felolvastam a hangos könyv formájában. Krisna méltányolta, és utána szerettem volna a Srimad Bhagavatamot is felolvasni. 75 ezer forint egyébként, plusz posta költség, de ide Tenerifére, ugye ez itt nagyon bonyolult a szállítás, a legtöbb szállító ilyen Amazon, meg ilyes, nem is szállít ide egyébként. Vagy ha igen, olyan felára, hogy rosszul leszel. Tehát többe kell a szállítás, mint amit vásároltál. Egyszer csak így jön az üzenet, hogy Acsyutananda Prabhu, őnek is szerintem mondhatom a nevét, jön Tenerifére, és menjek már ki a reptérre, mert hozott nekem valamit. Nem volt előtte kapcsolatunk, tehát én valójában azt sem tudtam, hogy ő ki. És az egész Srimad Bhagavatam szett itt van. Persze azóta természetesen olvasom föl. Már a 7. éneknél járunk, a 10-ből.
Ezek olyan nagyon-nagyon-nagyon komoly megerősítések. Az, hogy én nekem ennyire szilárd a hitem, nevezzük meggyőződésnek, ennek számtalan és számos kézzelfogható bizonyítéka van. Az az elrendezés, hogy én a senki földjén egy ilyen kőomlásos, szelesnapos, tényleg a kutyának nem kellő helyet találtam, ami pont elég távolságra van attól, hogy a város zaja ne zavarjon, de azért elég közel ahhoz, hogy azért ide tudjak cipelni mindenféle dolgot, növényeket, akármit. Ezt csak egy légcsavarosos nem állítom meg. Tehát ugye erről is volt szó valamelyik videómban, hogy mondhatjuk azt, hogy véletlen, de ugye véletlenül volt egy Covid. És a Covid idején, mivel otthon kellett maradni, ezért nem lehetett olyan, hogy valakinek nincs otthon. És akkor volt egy olyan rendelkezés, persze azóta már ezt megszüntették, de akkor volt, hogy bárki bárhova bejelentkezhet. Tehát egyébként már sokan kérdezitek, hogy én hogy tudtam ide bejelentkezni. Egyébként valójában barlangban nem tudom, hogy rajtam kívül van-e még valaki úgy bejelentkezve, hogy az ingatlan maga nem az ő tulajdona. De hát Krisna kegye, hogy... Ja, persze amúgy nem adták meg, tehát utána a bíróság meg ilyesmire kellett járkálnom, de megadták, így már kénytelenek voltak, mert amikor én beadtam ezt a kérelmet, akkor meg volt a jogalap. Tehát most oké, bemész, és akkor be akarsz jelen, elhajtanak, hogy menjél már világgá. A csövezi ott papírok nélkül. Ez is. Hát ez Patita Pavana Prabhu kegye. Mert ha ő nem mondja akkor, hogy építs ide, ne menjél sehova, és építs ide egy Krisna templomot. Ha ezt nem mondja, hát nyilván félelmemben amúgy elköltöztem volna, mert hát ki fog itt harcolni rendőrökkel, meg stb. El is kezdtem egyébként, akkor én helyi csoportokba fölkínáltam, ami itt volt mindent, ingyen egyébként, ingyen. És akkor kaptam egy nagyon kedves hölgytől egy kerékpár utánfutót, vadonatújat, hogy amire viszont nekem szükségem van, hogy a bicikli után tudom kötni, és akkor el tudom vinni legalább a hálózsák, ez az kis gázpalack, mit tudom én, ami nagyon szükséges. Nem volt rá szükség. Itt ment tönkre. Megvan, mai napig ugyanúgy össze van csukva minden, de már tiszta rosszban. Szerencsétlen. Hát nem használtam, nem költöztem el. Nagyon-nagyon ékes bizonyítéka lehetek a lelki fejlődésnek azok számára, akikben már felébredt a vágy, és szeretnék egyrészt megérteni az őket körülvevő világot, másrészt szeretnék elérni, most én nem vagyok egy szintjelző, de mondjuk ezt a szintet, amit én elértem. Mindig hangsúlyozom, nem anyagilag, hanem mentálisan, pszichésen és lelkileg. De ehhez el kell fogadni egy lelki tanítómestert. Ha ilyen értelemben akarsz te elfogadni egy lelki tanítómestert, én kizárólag Srila Prabhupádot ajánlom, tehát azoknak a könyveknek a szerzőjét, amikből például a felolvasásokat tartom, ő egy abszolút hiteles ácsárja, és egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta guru. És először társulj a guruddal, Srila Prabhupáddal, a könyveken, videókon, meditációkon keresztül. És ha elég őszinte a vágyad a megértésre, hidd el, hogy egyszer csak becsönget hozzád a gurud. Nyilván nem fogod, most nem erre gondol, de értsétek jól. Megjelenik az életedben a megfelelő személy. Nem én. Nagyon fontos. Nem én.
Én csak egy kis útjelző tábla lehetek bárki életébe. Az én tudásom és az én tapasztalatom és az én bármim nem éri el a kívánt szintet. De útjelző táblának, hogy erre is lehet menni, arra jó vagyok. És ezt vállalom. És ezt vállalom. Végtelen hálás vagyok természetesen Krisnának, és Krisnának a képviselőin keresztül, tehát a lelki tanítómestereimnek, hogy a kegyükben részesítettek, és elindulhattam a megértés útján. És tulajdonképpen ezáltal sikerült megvalósítanom minden ember élet célját. Hogy hogyan legyek boldog és szabad. Volt egy komment nemrégiben, igazából válaszoltam rá, de nem annyira részletesen. Annyiról szólt ez a hozzászólás, hogy hogyan lehet az ember ennyire független, és hol lehet ennyire független és szabad az ember? Erre a válaszom először nagyon röviden az, hogy bárhol és sehol, és utána kifejtettem egy picit részletesebben. Nagyon fontos, hogy értelmezzük, hogy mi az, hogy független, meg mi az, hogy szabad. Én nem vagyok független. Én Krisnán függök. Tehát én a jó Istenen függök. Jézuson függök. De most ezeken soha ne akadjunk le. Nagyon fontos, hogy én nagyon-nagyon tisztelem bárkinek a vallását, és én abban kívánok neki kitartást és szilárd hitet, amit ő választ, és amit úgy érez, hogy az ő útja. Mert minden út Rómába vezet. Tehát, csak hát ugye én Krisnát kultiválom. Nekem ez a vallás adta meg a lehetőségét a fejlődésnek. Nekem ez a vallás teremtette meg a lehetőségét az abszinenciának, tehát, hogy nem élek drogokkal. Sőt, elértem ugye azt a szintet, hogy ha van, se kell. Tehát amikor partin takarítasz parti helyszínen, és akkor a telefonon kihúzva így az utcák, és akkor így öröpettessék. Hagyjál már! És tényleg, tehát eszembe nem jutna. Sose gondoltam, hogy lesz ilyen. Soha. Mert hát nem úgy a nagy dolog nem piálni, hogy nincsen rá pénzünk, vagy nincs nyitva a kocsma. Úgy a nagy dolog nem piálni, hogy itt van mellettünk a boros üveg. És így kijöntjük a csapba. Az eredmény. Ezek az eredmények azok, amiért én rendkívül hálás vagyok a lelki tanítómestereimnek, hogy a kegyükből megérthettem, hogy mi az életem célja. Hogy mi valójában a létezésünk oka. Hogy honnan jöttem és hogy merre tartok. Hogy mit kell tennem azért például, hogy ne elfolytsam a vágyaimat, a drog, a szex, a húsevés, akármi. Ne elfolytsam, mert ez csak előbb-utóbb így fölrobban a francba. Hanem kitisztítsam. Hogy ténylegesen ne elnyomjam a drogéjséget, hanem megváljak még a gondolatától is. Hát ezek a nagy dolgok. És mellesleg egy nagyon szép helyen. Csövezek. Természetesen nem, egyébként nem érzem magamat úgy csövesnek. Lemondottnak. De a lemondottság sem azt jelenti, hogy nem eszek, vagy mit tudom én, az, hogy az óceánba fürdök. Én kegynek élem meg, hogy nincs fürdőszobám, és minden nap az Atlanti óceánba fürdöttetek. Most olyan szél lesz, hogy a franc megesz, meg olyan hullámok, meg most egyébként le is hűlt az idő. Nem baj. Találkozom Varunával.
Varuna az ország félistene, és mindig hálát adok neki. Is. Meg Vájúnak, a szél félistenének. Mert amikor nem fúj, akkor itt 38 fok van. Most meg csak 26. Nem tudom, látszik-e. Nem látom. Szóval azért nagy dolog, hogy Vájú is itt van velünk. Bumi Dévi, a földanya, ugye teremti meg a lehetőségét. Hát, mindennek. Természetesen, hogyha anyagi céljaid vannak, tehát egy jó kőműves szeretnél lenni, egy jó szakács, vagy bármi, akkor annak megfelelően fogadj el egy gurut, egy tanítót, egy tanárt, egy oktatót. Mert ha meg akarsz tanulni autót vezetni, ugye, elmész egy oktatóhoz. Még akkor is, ha tudsz vezetni. Hát lehet, hogy te szerinted jól vezetsz, csak közel nincs a stressz szabályokhoz például, ugye? Mert én magamból indulok ki, én 16 éves koromban már volt saját autóm. És vezettem, és... Hát mondom azért 17 és fél évesen, mert akkor már azt hiszem, tehát mindegy korkedezménnyel lehetett hamarabb jogosítványhoz jutni. És tudom, hogy mikor a fiam született, én nem töltöttem még be a 18-at, amikor a fiam született. Ő július 1-én született, én július 31-én, de már volt jogosítványom. És a vizsgabiztos volt a szomszédunk. És amikor mentem vizsgázni, és megbeül a kocsiba, mondja, Tamáskám, ugye nem azt akarod mondani, hogy neked eddig nem volt jogosítvány, és úgy parkoltál minden nap az én kocsim mellé. Ja, sokáig vezettem jogosítvány nélkül. Hát, vagy másfél évig. Hát Ózdra jártunk piacozni. Egy utánfutós ladával vittem a porcelán, meg az üvegárút. Lilafüdednek, meg a bükkön át. Ó, volt jogsítvány, és nem törtem össze magamat. Csak nem volt jogosítványom, és utána megtanultam ugye szabályosan vezetni. El kellett fogadni egy oktatót. Hát ha lelki céljaid vannak, lelki békére, lelki nyugalomra vágysz, akkor egy olyan típusú oktatót kell elfogadni. Nagyon nagy visszatartó erő, mert ugye hogy szól a Szentírás? Fogadj el egy lelki tanítómestert és szolgáld őt alázattal. Pont tegnap olvastam fel a Srimad Bhagavatam 7. énekében, hogy mindenünket fel kell ajánlani a lelki tanítómesterünknek, a gurunknak. Ugye ezt a jelenlegi értelmezésben nyilván nem jól érthetik az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy írasd a lakásodat, meg az autódat, meg mindenedet a gurudra. Egyrészt a gurudnak egyáltalán semmi szüksége nincs ezekre a dolgokra. A szavaidat, a tetteidet, a gondolataidat kell felajánlani. Tehát mindenedet fel kell ajánlani a gurudnak. Ezt jelenti, hogy mindenedet ajánlt fel a gurudnak. A szavaidat, a gondolataidat és a tetteidet. Mert akkor ő tud majd neked segíteni, hogy ezeket szabályozd. Hogyha hagyod az elmét, csak úgy, mert most éppen unatkozok, ráérek, és megint egy négycsavaros nem állítom meg, és hagyom kalandozni, meg ugye a Facebookot pörgetni, és akkor hát azért itt egy szép nő, ott egy szép autó, amott egy luxus utazás, olcsón, vagy bármi. És akkor a meditációm mire irányul? A nőkre, az autóra, a luxus utazásra. De hogyha nem akarok olyan dolgokon ácsingózni, amik egyébként valójában nem is tesznek boldoggá, egy luxus hölgy, egy luxus autó, egy luxus utazás. Ideig, óráig persze öröm, de utána csak teher, vagy emlék. Mert az anyagi világban minden múlékony és változékony és ideiglenes. És a lélek mit képtelen elfogadni és tolerálni? A változást. Tehát amikor neked is megvan a jó kis kialakult életed, a kis napi rended, a kis hétvégi programmal,
barátokkal, családdal, és bármi változik, vagy bárki változik. Kifarsul a barát, elmennek a hozzátartozók, stb. Stb. Elpusztul a kutyád. Hogyan éled meg? Na hát ez az anyagi világ. Változékony, múlékony és ideiglenes. Ezért mondják azt, hogy illuzórikus, úgy mondják, hogy illuzórikus. Tehát nem tehát fáj, amikor fáj, meg örülsz, amikor örülsz. De ideiglenes, meddig tart? Valameddig, rövid ideig. A fájdalom is, de az öröm is. És a lélek örök. És ezért vágyik az ember ösztönösen az örök. Az örök tudásra, az örök boldogságra, az örök élményekre. Nem a TikTok élményekre, hogy 3 percnél továbbá nem bírsz nézni egy videót, mert erre kondicionálják az agyadat a telefonnal, meg a mindenféle programokkal, hogy ne tudjál tovább odafigyelni 3 percnél semmire. Ez a videó 41 perces. Már az nagyon nagy teljesítmény, ha ezt a videót például idáig végig tudtad nézni. Akkor azért már benned feltételezhetően van egyfajta vágy megérteni a téged körülvevő világot, és elérni a békét. Ez mindennél többet ér. Nincs az a pénz, amivel meg lehet vásárolni a lelki békét, a lelki örömöket és a lelki nyugalmat. Az utóbbi időben egyre többször kapok olyan üzenetet, hogy különböző személyek jó ötletnek tartanák, ha ide jöhetnének hozzám. Nem. Ja persze, tehát hogy eljössz, egy kávét megiszunk, vagy készítek esetleg egy prasszádamot, tehát egy lelki ételt, vagy beszélgetünk az élet nagy dolgairól, 1-2 órát, természetesen. De attól, hogy valaki idejön, attól még az utat neki is végig kell járni. Itt ennek az útnak, ennek a lelki fejlődésnek tapasztalhatja egy szintjét, egy megvalósítását. Ami az én munkám és az én eredményem. És ezt megosztom veled, bárkivel, aki ide jön, de én hiába fogadnék ide bárkit. Persze lakjál itt, vagy csinálom neked a tátul egy bungaló. Nem tapasztalná azt, amit én, mert hiányzik belőle az ő munkája. Ez nem olyan, mint egy ház. Felbérelek egy kőművest, építs föl, szóljál, ha kész van, add ide a kulcsot, kifizettelek, szevasz. Ennek a lelki békének és minden lelki eredménynek az eléréséhez neked kell dolgozni, és soha, de soha nem tudod pénzért megvenni, vagy elcserélni valami műszaki cikkre. Adok egy telefont egy kis lelki nyugalomért, vagy adok 1 millió forintot. Egy kis lelki békért. Felejtsd el. Eszedbe se jusson. Tehát igen, nagyon megtisztelő és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy néhányatok úgy gondol rám, mint aki meg tudja nekem mutatni, vagy meg tudja nekem tanítani, hogy én hogyan legyek boldog. Igyekszem. Igyekszem. De amikor kiejtem a számon, hogy kelljél korán, esetleg ne táplálkozzál vérrel, ne igyál alkoholt, ne szívjál viccet, cigit, csak hétvégén. És ugye vannak különböző szükséges összetevők, mint az ételhez, amikor főzöl. Kihagyhatod a sót, a borsot, meg a paprikát, meg ami éppen belevaló, de nem hozza ugyanazt az eredményt. Tehát ehetsz továbbra is húst, és ihatsz továbbra is alkoholt, és szívhatod továbbra is a viccet, cigit, csak hétvégén. És élhetsz korlátlanul nemi életet mindenkivel, akivel csak tudsz.
Független attól, hogy én nagyon szépen elmondom és levezetem, hogy azt a szexuális energiát, amit egy alkalmi partnertől átveszel, 7 évig viseled magadon. De csináld, ha szeretnéd. Tehát én nagyon szívesen megpróbálok segíteni. De ez nem úgy megy, hogy én elmondom neked, te megtanulod, és akkor annyi. Ezért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Nem úgy, mint a Tesco pénztárba, vagy a bányába, vagy a mit te mi, akárhol, ahol dolgozol, buszvezetőként, bemész 12 órát vezetni, és mennyi emberi felelősséget vállalni, na mindegy. Hanem abból az időből, amit ugye a pihenéssel, szórakozással, kikapcsolódással töltesz, mint például a tévénézés, meg hasonló ilyen nagyon-nagyon hasznos dolgok. Na ebből az időből kell elvenni ezekre a dolgokra. És általában már itt annyira nem tetszik az embereknek ez az egész. Ha ide akarna jönni valaki, legkésőbb 5-kor fel kell kelni, és 7-ig mantrázni. Megtisztelni a felkelő napot minden reggel. Ugye hát hideg vízben fürdeni. Hát nálam itt az óceán, hát azért annyira nem hideg, de valamikor nagyon hideg. Na mindegy, szóval egy csomó dolgot. Ja, nem szórakozásból lenni. Éhes vagyok ezek? Fenntartom magam. De csak tiszta élelmiszerekkel. Tehát amit nem itatott át a félelem és a fájdalom. A szenvedés, az erőszak. Az vagy, amit megeszel. Egyre agresszívabb a világ. De hát mindenki húst teszik. Nézzél meg egy nyulat. Vagy egy tehenet. Mit eszik? Zöldséget. Agresszív? Nem. Nézd meg egy tigrist, egy oroszlánt, egy kutyát, egy macskát. Most nem a saját cicádról beszélek, amelyik oda bújik. Egyébként az enyém az tegnap pont ezért, mert játszik, de hülyén játszik egyébként, mert tehát játszik, de hülyén játszik. Nem szeretek a cicával, larával se, a lara meg nagyon erős. Rámugrik és felborít. Játékban. De amúgy a húsevő állatok agresszívek. A növényevő állatok nem. Milyen bizonyítékot szeretnél, mikor föld, víz, tűz, levegő, éter? Ezekből áll az állat és az ember teste egyaránt. Ugyanazok az építőkövei. Ugyanazok az energiái. De te hús szeretnél lenni, de egyél húst. Ne csodálkozz, ha indulatos vagy, ha beülsz a kocsiba és egyből mindenkinek a ká anyját. Persze neked van igazad, és tényleg a másik a hülye. De ő pont ugyanezt gondolja rólad. Nincs alkalmazkodási képesség, nincs tolerancia, nincs elfogadás. Szeretetről meg már ne is beszéljünk. Aztán amikor mondom, hogy esetleg mantrázzál vagy imádkozzál minden nap, lehetőleg ugyanabban az időben, és lehetőleg minél többet. És akkor az emberek nagyon lelkesen elkezdik. Ó, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rám, Hare Hare. Nem változott semmi. Hát de miből gondoltad, hogy egy nap alatt, egy hét alatt, egy hónap alatt változni fog bármi? Hát amikor elmész a munkahelyedre, 30 napig dolgozol az egy havi fizetésedért. Tehát csak teszed bele az energiát, az időt, a szabad időt, mert ugye 8-tól 4-ig tart a munkaidő, de eleve egy óra oda bemenni, meg egy óra még eljönni, meg még mire bezárunk, meg föltakarítunk, meg minden, szóval amúgy a 8 órás munkaidő sose 8 óra volt. És egy hónap múlva kaptál érte valamit. Nevezzük munkabérnek. Hát így vagyok én ezzel. Én is. Amikor így mondom a gurumnak, mondom, gurum, hát már annyit zsapázok, hogy már kivirágzok. És már minden szabályt betartok. De még sincs úgy semmi.
Nem érzek semmit. Tudjátok, mit mondott? Nézzél körül most, és gondolj vissza mondjuk egy évvel ezelőttre. És akkor meg így, Úristen, hol vagyok? Úristen, hol vagyok? Úristen, hol vagyok? Úristen, hol vagyok? Tehát ma van Guru Purnima, a lelki tanítómesterek napja, és végtelenül hálás vagyok minden lelki tanítómesteremnek. Nagyon sok embernek hálás vagyok a kérdéseiért, például. Nagyon megtisztelő, ha valaki hozzám fordul egy kérdéssel. Egyrészt bizalmat kapok tőle, másrészt figyelmet, amit meg kell szolgálnom. És előfordul, hogy olyan kérdést tesznek föl, amire nem tudok válaszolni. És akkor utána járok. Tehát nem véletlenül kérdezett tőlem, és nekem igenis dolgom és feladatom az, hogy megtaláljam a választ. És persze azon kívül, hogy megosztom azzal, aki a kérdést feltette, de engem is közelebb vitt a megértéshez. És lehet, hogy nem is gondoltam arra, hogy nekem erre gondolnom kellett volna. Ezek mind elrendezések. Semmi nincs véletlenül. Nem véletlenül nézed ezt a videót. És nem véletlenül nézed végig. Mindjárt befejezem. Már mehetsz mosogatni. Vagy akárhova. Szeretnék minél több embert arra bíztatni, hogy fogadjon el egy lelki tanítómestert és szolgálja őt alázattal. És engedje meg neki, hogy a tudás fáklyájával eloszlassa a tudatlanság sötétségét az elméjében. Nem. Ne keresél. Majdnem mondtam neveket. Internetes gurut. Hanem vágyjál rá. Akar, hogy ő megtaláljon. És ez a hit első próbája. És az első nagyon nagy bizonyosság, hogyha így teszel, és tényleg van hited, nem csak mondod, hogy aj, hiszek, de azért van egy B-tervem, mi van, ha nem segít? A jó Isten, akkor majd én megoldom magam, mert én képes vagyok rá, de hogy vagy képes? Ja, de képesnek érzed magad? Akkor Isten hagyja, csináld, hogy szeretnéd. De amikor rábízod magad, teljesen. És bekopogtat a lelki tanítómester a telefonon, akkor tudod, hogy van hited, és megjött a visszajelzés, hogy jó irányba haladsz. És onnantól kezdve már megy minden magától. Szóval, hosszú idő. Most átjöttetek ide, legyecskék, a jó Isten áldjon meg téged. De jó van, legyél ottan azt a söpörd rám a lábadról a koszt. Jó minden, persze, légy is jó. Hát a szúnyog annyira nem, de most talában már nincsen. Tanulj meg mindennek örülni, tanulj meg mindené hálásnak lenni, és legyen hited abban, hogy lehet sokkal, sokkal, de sokkal jobb, mint amilyen most. És ezek az örömök, és ezek az érzések, amiket itt, most, a guruim kegyéből megtapasztalok és megélek, messze túlszárnyalják minden elképzelésemet korábbról, amikor az anyagban, az anyagiakban és a anyagban kerestem ugyanezeket az érzéseket és ugyanezt a boldogságot. Én nem találtam meg abban, ebben igen. Te pedig eldöntheted, hogy hol keresed, és hol szeretnéd megtalálni.
az anyagban, akkor ahhoz kívánok sok sikert és kitartást, és elégedettséget, és boldogságot. Ha esetleg a lelki dolgokban, akkor pedig indulj el ezen az úton, és legyen hited a jó Istenben és magadban. Képes vagy rá, és sikerülni fog. És ha ehhez megkapod a gurut kegyét, bizonyosan célba érsz. Hare Krishna. És Guru Purnima Ki Jai. Hari Hari Bol.